szakaszhoz lenni, saját tekintetében kell viselni. Iskolán tudományok megfelelően a szakadóhoz ura a végzős osztályok és a kézintenek, melyben ma már hagyományosnak mondható módon táncolnak, énekelnek, illetve esetenként az eredetében tapasztalatait, élményeit mutatják be a saját körbetekintet keresztül. Fogadják sok szeretettel a másodére jobb nagy igyekezettel összeállított programját. Elsőként a 12. C osztály is jelentek ki. Felkészüljünk a 11. F osztály. Tisztelt tanáraink, szüleink, meghívottak és kedves diáktársaink! Eljött hát a mai nap is. Három és fél évi tanulás, készülődés, idegeskedés és természetesen öröm juttatott el minket idáig, a mai napig, amikor is itt állunk gyönyörű szép fehér ruháinkba és elegáns öltönyénkbe, hogy előadjuk valamit, ami minket tükröz. Amikor 2013. szeptemberében verékeny az osztályok pontján, nem gondoltuk rá, hogy ilyen színes életben lesz rész. A felnőtté válás rögyös és kényelmetlen útját elkutyuk tettük meg. Szüleink, tanáraink és kedves osztályfőnökünk támogatásával. Megfogtak, amikor úgy látták, hogy semmire zuhannánk, és szárnyakat adtak, amikor magasabbra váltunk. Nélkülük nem jutottunk volna idáig, a szalagavatóig. Ezek az apró kis szalagok jelképezik a hovatartozásunkat, egy kicsit az elmúlt pár évek emlékét és az előttünk álló megpróbáltatásokat. Összeköt minket azokkal, akik évekig mellettünk voltak, velünk küzdöttek egy olyan célért, amit minden szeretnénk érni. Az első évben próbáltunk összeszokni több-kevesebb sikerrel, a golyotánc próbáljának lévő viták is ezt a célt szolgálták. Ez alatt az év alatt sokan jöttek-mentek, és 10. év elejére egy kicsit meg is fogyatkoztunk. Még több vitának adott helyet a diákgyiri, amikor is mi voltunk az egyetlen versenyző, pedig a kitartás egyáltalán nem volt ránk jellemző. Sok helyre mentünk, meg volt életünk első közös osztálykirándulása és a Bécsi Vásárban, na meg az összes helyi múzeumban. Májusban pedig a vagont jártuk meg. 11. már elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mit is akarunk kezdeni az életünkkel, bár erre a mai napig nem találtunk is semmit. A kreativitásunk művészi szinteket ért el viszont, amikor az osztály terem díszítésére került sor. Mindennek ellenére év végén két napra is sem mentünk kirándulni a legkedvesebb osztályfőnökünkkel és kedves helyettesével. Most szeptemberben pedig elkezdtük megérezni az élet súlyát, hiszen egyre több minden nappal egyre több tanulni valók akadt, és egyre kevesebb szabad időnk maradt. Minden megpróbáltatás ellenére most elértünk egy mérföldkőhöz, ami minden bizonnyal meghatározó lesz a számunkra. A jövő bizonytalan, de kell, hogy terveket szőjünk. Hiszen boldogabb az az ember, aki rengeteg álma közül csak egyet is megvalósít, mint az, akinek nem volt ő sem. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásunk ahhoz, hogy elérjük célunkat, és büszkék lehetnek ránk szüleink és tanáraink egyaránt. Hiszen az ő szeretetük és támogatásuk nélkül nem jutottuk volna mindenik. Fehérvári Zsóka, a küszöbön állva. Számunkra ez a nap a legszebb, bár közös időnk lassan lejár. Sapránként megyünk egyre messzebb, de az óra most egy percre megáll. Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mégis egyek vagyunk. Szemünkbe örömkönnye szállt, mert ma nektek táncolunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg tíz szó vár ránk, de nem lesz mind a fotóra festve, csak mosoly és szép ruhánk. Mert az élmény, amit itt átérünk, egy versben sem írható le, és szívünk mélyére ássuk el egy csodás, örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk. Egy gyermek sincs már köztünk. A feladatra minden megértünk, egy láthatóan jövő vár. Így ülünk itt 24-en, szép és okos diákok. Köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk rátok. Thank you.
Keep it real, but my niggas keep it playing for these hoes. If I claim, don't it watch the other me, watch I clean.
nonsense.